Lukács evangéliuma, 6. rész, 27-től a 36. versig olvassuk. Lukács 6, 27-től. De néktek mondom, kik engem hallgattok, szeressétek ellenségeiteket, jól tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek. Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik titeket háborgatnak. Aki egyik országot megüti, fordítsd neki a másikat is, és attól, aki felső vádat elveszi, ne mondd meg alsó vádat se. Mindennek pedig, aki tőled kér, adj, és attól, aki elveszi a tiédet, ne kérd vissza. És amit akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is aképpen cselekedjetek azokkal. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is ugyanazt cselekszik. És ha csak azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakaphatjátok, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is adnak kölcsönt a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Hanem szeressétek ellenségeiteket, és jól tegyetek, és adjatok kölcsönt, semmit értem, hisz nem bárván, és a ti jutalmatok sok lesz, és a magasságos Istennek fiai lesztek. Mert jó tevő a hálátlanokkal és gonoszokkal. Legyetek azért irgalmasok, mint a ti atyátok is irgalmas. Foglalj helyet, kisgyermekek kimehetnek, és most pedig megkérem, Bogdán Árpád testvért, hogy jöjjön és hirdesse az Isten fiát. Tudjátok, hogy nekünk keresztényeknek sok kiváltságunk van. Hívjuk az örök élet, hívjuk Isten ígéretei, hogyha hiszünk benne, Isten áldásai, miénk lehetnek. De nem szabad csak itt megállnunk és örvendezni mindannak, amit kaptunk az Istentől, hanem a mi Isten fiúságunkkal együtt, ami keresztény mi voltunkkal együtt, nem csak kiváltságok járnak együtt, hanem bizony vannak felelősségek is. És én erre a felelősségre szeretnélek benneteket emlékeztetni ma délelőtt. Szeretném kezdeni a Tesszalonika beliekhez írt levél egy mondatával, az 5.14-ben található ez, majd én megkeresem, nem kell nektek kikeresni, ahol Pál szól a Tesszalonika beliekhez. Kérünk továbbá titeket, atyám fiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőteleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. Hát itt láthatjátok azt, hogy Pál apostol is felhívja a figyelmét a testvéreknek arra, hogy van felelősségünk a többi ember iránt. Elsősorban a mi hitbéli testvéreink felé, de a hitetlenek felé is, és elsősorban pedig Isten felé. Azt mondja, hogy felelősségünk van abban, hogy intsük a másik embert, hogy biztassuk a másik embert, hogy adjunk segítséget neki, hogyha ő arra rászorul, és mindezekben pedig mutassunk nagyon-nagyon sok türelmet és szeretetet. És
Nekem diakonusként ez még nagyobb felelősségem, úgy gondolom, mint hogyha csak egyenlék ott a hallgatóságban közöttetek, mert ti választottatok meg bennünket, a gyülekezet vezetői is, és a diakonusokat is arra, hogy szolgálói legyünk ennek a gyülekezetnek, és nekünk felelősségük az, hogyha valami hiányosságot látunk a gyülekezet életében, vagy a ti személyes életetekben, akkor nekünk figyelmeztetni kell benneteket erre. És ezt tudom, hogy ez nem kellemes egyik félnek sem, annak sem, aki ezt a figyelmeztetést adja, és annak sem, aki ezt hallgatja. De örülnünk kell annak, hogyha Isten felhívja valamire a figyelmünket. Ugye tudjuk azt, hogy Isten, ha figyelmeztet bennünket valamire, akkor ő ezt szeretetből teszi. Azért teszi, hogy felismerjük azt, hogyha valamit nem jól teszünk, és azon tudjuk változtatni, és azt meg tudjuk jobbítani a mi cselekedeteinket, vagy a mi utainkat. És sohasem azért van, mert ő valami rosszat akarna nekünk. Ugye a zsidókhoz írt levélben is lehet olvasni azt, hogy nem utáljátok meg az Istennek a feddését, vagy a fegyelmezését. Mert ez a mi javunkat szolgálja. Tehát az intés az Isten szeretetének a jele. Hogyha ő nem törődne velünk, akkor nem figyelmeztetne bennünket arra, hogy valami rossz irányba megyünk, és akkor abba az irányba megyünk, és akkor tudjuk azt, hogy a vége az valami katasztrófa, valami szörnyű dolog lenne, amit magunknak sem kívánunk. De Isten nem ilyen, hanem amikor látja, hogy valami nem jó irányba megy, akkor ő először figyelmeztet bennünket. Először csak szép szóval. Aztán utána, hogyha az ember nem hallgat rá, akkor keményebb eszközöket vesz elő. Láthattuk ezt ugye a zsidóság történetében is nagyon sokszor. Ők egészen odáig elmentek az engedetlenségben, hogy kétszer is elpusztították az ő templomukat, és szétszórták őket a nemzetek közé, mert olyan nyakasok maradtak. Tehát a figyelmeztetés az Istentől jön, és két dolgot tehetünk vele. Vagy megfogadjuk ezt, úgy, hogy Isten tanácsolja is nekünk, és akkor hálás származik abból, vagy pedig nem fogadjuk meg, továbbra is ugyanazon az úton járunk, mint amin járunk, és akkor utána viselnünk kell Isten fenyítését, vagy a mi cselekedeteinek a következményét. És én ezzel az üzenettel ezt szeretném elkerülni, hogy a mi gyülekezetünk ezt elszenvedje. Tehát szeretnélek benneteket elsősorban figyelmeztetni, vagy inteni ez alapján, az ige szakasz alapján, és bíztatni, és hogyha kell, akkor segítséget adni nektek abban, hogy tudjatok Isten tökéletesen engedelmeskedni. Ezt a ige szakaszt nem csak a Lukácsban lehet megtalálni, hanem nyilván felismertétek, hogy ez a Mátéban is megvan. Ugye ez a hegyi beszédnek egy része. Az most más kérdés, hogy Lukács ugyanazt az eseményt jegyezte le, mint amit Máté jegyzett le, tehát hogy ugyanaz a hely, ugyanaz a körülmény, ugyanaz az esemény volt-e. De most lényegtelen is a mi szempontunkból. Tehát lehet, hogy Jézus többször is elprédikálta ezt az üzenetét más helyen, más embereknek, de ha így volt, akkor nyilvánvalóan azért tette ezt, hogy mindenki megismerje ezt az igazságot, amit ő szeretett volna elmondani. Tehát most felolvastuk ugye a Lukácsból, a Mátéban pedig ugye ez a párhuzamos ige szakasz a Máté 5-ben található, és Jézus itt a törvényt magyarázza. Azt mondja, hogy ő nem azért jött, hogy a törvényt eltörölje, hanem azért, hogy a törvényt betöltse. Ez
ezt előjáróként elmondja Mátéban, úgy olvashatjuk ott, hogy 17. versben, 5-17-ben, hogy ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek, vagy prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik a törvényből, egy jó utal, vagy egyetlen pontocska el nem múlik, ami minden teremtelenség. Valaki azért csak egyet is megmondta a legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket a mennyeknek országában a legkisebb részen. Valaki pedig cselekszik, és úgy tanít, az a mennyek országában nagy részen. És utána kezdni el ugye, mondani azt, hogy mi van írva a törvényben, hogy mert hallottátok, hogy megmondatott, hallottátok, hogy megmondatott, hallottátok, hogy megmondatott, és csak sorolja, hogy mik voltak a törvények, és ő pedig utána mindig azt mondta, én pedig mondom nektek, hogy hogyan lehet ezt igazán betölteni ezt. És ezek közé tartozik ugye ez a parancs is, amit felolvastuk, hogy szeressétek ellenségeteket. Ugye a törvényben úgymond az van írva, hogy szeresd ellenségedet, szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet, de Jézus azt mondja, én pedig mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket. Hát ez is úgymond a törvénynek nem az eltörlése, hanem a kiterjesztése az újszövetségi korra nézve. És ugye előtte, mielőtt ezeket mondaná Jézus, megadja nekünk a figyelmeztetést is, hogy ne felejtsétek el, nem azért jöttem, hogy a törvényt eltöröljem, hanem hogy betöltsem. Tehát a törvény meg fog állni a világ végezetéig úgy, hogy egyetlen vesző vagy pont el nem fog belőle tűnni, hanem mind be fog következni. És Jézus figyelmeztet bennünket arra, hogyha ez így van, és mi elhagyunk belőle egy pontot vagy vesszőt, és úgy tanítjuk az embereket, akkor mi a mennyek országában kicsik leszünk. Hogy az is mondhatjuk, hogy nem nyerjük el a mi utalmunkat, amit Isten megígért nekünk. Ha viszont megtartjuk és úgy cselekszünk, akkor nagyobb leszünk a mennyeknek az országával. És én úgy gondolom, hogy ebben a jézusi parancsban, hogy szeressétek ellenségeteket, bizony a mi gyülekezetünk nem tökéletesen cselekszi ezt. Elhagyjuk a pontot, meg a veszélyt belőle. De ha így teszünk, akkor nem lesz utalmunk, hanem kicsik leszünk a mennyek országában. És én azt szeretném, hogyha ti mindnyáján és a mi gyülekezetünk is, amikor odaállunk majd az Isten elé, akkor teljes utalmat kapjunk, és ne kelljen utalom nélkül maradnunk, hogy ne kelljen kicsik lennünk a mennyeknek az országában. És azt is látom most, hogy egy éve már diakónus vagy belőtte is, hogy ennek az engedetlenségnek megvannak a jelei is itt a gyülekezetünkben. Ahogyan nem látunk lelki áldásokat, lehetne számbeli növekedést említeni, vagy az emberek lelki növekedést említeni. Nem látok ilyet testvérek itt ebben a gyülekezetben, hogy ez valamit is változott volna az elmúlt időszakban. Azt mondtuk, biztos a vezetőségnek a hibája, és majd, hogyha lesz magyar lelki pásztorunk és az amerikai úton elmennek, akkor majd minden meg fog változni, és akkor majd magyar nyelven hallgatjuk a prédikációt, és akkor majd mindenki felhúzul, és majd szolgálja az utat. Eltelt fél év. Mi változott? Mondjátok meg, mi változott a mi gyülekezetünkben? Változott valami jó irányba? Én nem tudom, hogy változott-e valami. Tehát nem foghatjuk rá arra, hogy nem jó a vezetőség. Akkor mi nem jó? Én azt gondolom, hogy meg kell fontolnunk azt, amit az úr üzen nekünk ezen az igazatokszon keresztül. És ha bár én is ennek a gyülekezetnek a tagja vagyok, és természetesen, amit mondok, azt saját magamra is értem, de mégsem szeretnék többes szám első személyben beszélni, hogy mi ilyenek vagyunk, vagy mi olyanok vagyunk, mert ezzel azt gondolom, hogy elveszem ennek az üzenetnek az élét,
És talán valaki úgy gondolhatná, hogy hát mi abban én nem tartozok bele, majd a többi. Tudjátok, hogy fogjuk meg és vigyétek. Mert eddig így működünk, hogy vannak, akik viszik, vannak, akik meg csak mondjuk, hogy majd megfogjuk, de nem viszik. Hanem úgy szeretném ezt mondani, hogy ti, és persze én, azért, hogy egy kicsit élet adjak ennek az üzenetnek, hogy egy kicsit úgy érezzétek, hogy ez személyesen nektek szól. És ha bár azt szeretném, hogy ez személyes legyen, de mégsem szeretném azt, hogy a személyeskedésnek vennétek ezt az én részemről. Hogy gondolnátok, hogy most valaki ellen beszélek a gyülekezetben, nem erről van szó. Hanem hogyha valaki mégis úgy érzi, hogy magára ismer a prédikációban, akkor talán az Isten szólogatja az ő lelkét, hogy talán valamit meg kellene változtatni az ő viselkedésében, vagy az ő magatartásában, vagy az ő hozzáállásában. Tehát senki ne vegye ezt személyeskedésnek az én részemről. Tehát felolvastuk ezt az ige szakaszt, és ugye azt mondja Jézus, hogy az első ige versben, amit olvastunk, 27-esben, de néktek mondom, kik engem hallottok. Én is most néktek mondom, akik engem hallottok. Ugye az elő, amikor elkezdi Jézus ezt a prédikációt, és ugye a boldogmondásokat felsorolja, akkor ott olvashatjuk az igében, hogy akkor a tanítványaihoz fordul, és ő neki kínezi ezt személyesen. És utána, amikor rátér erre az üzenetre, akkor pedig a tanítványaitól a hallgatóság és sokaság felé fordul, és nekik címzi ezt az üzenetet. És rögtön az első dolog, amit mond nekik, szeressétek ellenségeiteket, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, stb. Stb. Hát de ugye akkor először is tegyünk tisztára ezt a dolgot, hát ugye ki a mi ellenségünk. De biztos emlékeztek, hogy az igében, ugye, amikor a felebarátról volt szó, akkor is Jézus megkérdezték, hát hogy ki az én felebarátom, ugye, mert az a írástudónak igazolni akarta magát, hogy őre ez nem vonatkozik, mert ő mindent megtesz az ő felebarátjáért. Hát akkor nézzük meg, hogy nekünk ki az ellenségünk. Akikkel ilyen jót kellene tenni, vagy szeretni kellene őket. Jézus azt mondja, hogy azok az ellenségeink, akik titeket gyűlölnek, ugye 27. vers, vagy azok az ellenségeink, akik titeket átkoznak, vagy akik titeket háborgatnak, vagy aki megüti az egyik arcodat, vagy aki elveszi a te felső ruhádat. Vagy aki úgy kér tőled, hogy nem adja vissza. Vajon valóban csak ők a mi ellenségeink. Amikor úrvacsorát veszünk, akkor is úrvacsora előtt mindig van egy felhívás arra, hogyha valaki tudatában van annak, hogy egy embertársával rossz kapcsolatban van, vagy ellenséges viszonyban van, akkor ezt rendeznie kell, mert te venni az úrvacsorát. De én azt gondolom, hogy velem együtt azért sokan elmondhatjátok azt, hogy ha csak ezeket az embereket tekintjük ellenségünknek, akkor bizony kevés ellenségünk van. Én nem tudom rólatok azt, hogy bárki is lenne mondjuk közöttetek, akiről mondjuk nyilvánvalóvá válna az, hogy mondjuk nagyon háborgatják mások, vagy valami hatalmas gyűlölettel lenne irántatok, vagy elvett volna valaki tőletek valamit, vagy folyamatosan elvesz, amit ne adna vissza. És ugye mindnyáján arra törekszünk, hogy az embertársainkkal jó kapcsolatban legyünk, de ilyenkor csak azokra az emberekre terjed ki a mi figyelmünk, vagy gondolataink, talán akiket ismerünk, vagy akikkel tényleg valami ilyen személyes kontaktusba kerültünk, és egy ilyen valami háborúság, vagy valami ilyen ellentét ért bennünket annak az embernek,
De ugye ne felejtsük el, hogy Jézus, amikor ezeket a törvényből való példákat felhozza nekünk, hogy megmondatok nektek, hogy így legyen, meg úgy legyen, ő azt mondta, hogy ő azért jött, hogy a törvény betöltse, hogy ő ennek egy ilyen nagyobb, vagy általánosabb jelentést adjon. Mi volt a törvényben ennek az igének a jelentése a zsidók számára? Kik voltak az ő ellenségeik? Hát nyilván azok az emberek, akik nem zsidók voltak és kinéltek a világon, a pogányok, akiknek a földjére mentek és akik ugye próbálták őket minden oldalról nyomni, vagy presszionálni, vagy támadni őket az ő hitükért, vagy az ő életükért, akik bántották őket valóban. Ők voltak az ellenségek. De Jézus így kiterjeszti ezt az igazságot, és általánosabb érvényűvé teszi, és megláthatjuk azt egyébként, még ebben az igeversből, hogy Isten mire is gondol, hogy kik a mi ellenségeink valójában. Hogyha megnézitek, 35. verset, ott ugye azt mondja Jézus, hogy ha nem szeressétek ellenségeiteket, és jól tegyetek, és adjatok kölcsön, semmit érte nem várván, és a ti jutalmatok sok lesz, és a magasságos Istennek fiai lesztek, mert ő jól tévő, a hálálatlanokkal és gonoszokkal. Legyetek azok irgalmasok, mint a ti atyátok is irgalmas. A hálálatlanok és gonosz emberek. Őket nevezi Jézus ellenségeknek. Ők azok, akik ilyen dolgokat tesznek velük. De vajon minden ember, aki hálálatlan vagy gonosz az, hogy mondjam, tehát érezteti velünk ezeket, amik bűnünkön, ezeket, amikről ugye Jézus beszélt, hogy bántanak bennünket, vagy elvesznek valamit tőlünk, ami a miénk is, talán hagyják vissza, stb. Nem az van inkább, hogy hálátlan emberek olyanok, akik egyszerűen nem törődnek Istennel? Akiket mi nem is ismerünk, és mégis Isten ellenségei. Tehát Isten elmondja nekünk azt, hogy kik ezek az ellenségei. Azok, akik az ő ellenségei, akik Isten ellenségei. És tudjuk azt, hogy addig a pontig, amíg valaki meg nem tér, mindenki az Isten ellensége. Mert mindenki hiával van az Isten dicsőségével. És ugye, ez az ellenségeskedés itt a mi világunkban, vagy a mi kultúránkban valójában az esetek 95%-ában tényleg csak abban mutatkozik ki, hogy ők hálátlanok. És a hálátlanság azt jelenti, hogy ha bár Isten az ő kertjükre is esőt hullat, nem csak a keresztények kertjét öntözte meg az Úr ma, meg tegnap, hanem a hálátlanoknak a kertjére is esett az eső. Akik nem is gondolnak vele, akik gyűlölik őt, akik rosszat mondanak róla, akik ellene vannak, vagy akik egyszerűen csak nem is foglalkoznak vele, és ilyen a legtöbb emberük Magyarországon. És ezért is hálálhatatunk, mert életünk olyan országon, egy kultúrában, ahol ha megmondták, hogy mi keresztények vagyunk, akkor lehet, hogy egy fejjel meg is rövidítenének, mondom, rövid időnnyel. De itt az, hogy valaki Isten ellensége, inkább csak abban mutatkozik meg, hogy ők hálálhatatlanok. Azért, mert Isten jó hozzájuk, de ezt a jóságot, amit Isten mutat feléjük, ezt ők semmivel nem viszont hozzá. És ez a legelső fokozat, hogy ők nem viszont hozzá. Aztán viszonozhatnák akár rossz is. Tehát ők, Isten szemében ő az ő ellensége. És hogyha mi az ő gyermekei vagyunk, akkor vajon Isten ellenségei nem ellenségei nekünk is? Hogyha mi Isten oldalán állunk, Isten táborában vagyunk, akkor azok az emberek úgymond nem ellenségeinkkel nekünk is, hogyha Isten ellenségei. Habár nem bántanak bennünket, habár nem átkoznak bennünket a szavukkal, habár nem vesznek el tőlünk semmit, amit ne adnának vissza, de mégis is azt mondja Isten, hogy ezek az emberek az ő ellenségei. És hogyha mi az ő táborában vagyunk, akkor ők a mi ellenségeink is, akiket szeretnénk. Azt mondta Jézus, hogy aki velem nem gyűjt, tékozol. Jézus szemében csak kétfajta ember van, aki az ő oldalán áll, és aki az ő ellensége. Tehát ne nyugodjunk meg abban, amikor ezt az
igeverset olvasok, hogy hát nekem nincs ellenségem, mert mindenkivel jóba vagyok. Hát ez nagyon örülök, hogy ez van, és erre természetesen törekedni is kell. De azokon az embereken kívül, akiket ismertek, az a pár száz ember, vagy pár ezer ember, akit ismertek, azon kívül még nagyon-nagyon sok ember van, aki ezen ige alapján az Isten ellensége, akkor a te ellenséged is, akit szeretned kell. És azt is hallottam én már itt ebben a gyülekezetünkben, hogy hát itt ebben a gyülekezetben nincs szeretet. Hát én nem így fogalmaznám meg, hogy nincsen szeretet, mert van szeretet ebben a gyülekezetben, csak ezt a szeretetet nem afelé mutatjuk ki legtöbbször, aki felé kellene. Hiszen a világban is van szeretet. Nem azt olvassuk, hogy a vámszedők és a bűnökösök is szeretik azokat, akik őt szeretik. Ők is szeretnek, ők is adnak kölcsönt annak, akitől visszakapják. De Isten mégis különbséget tesz az ő szeretetük és az isteni szeretet között. Azt mondja, ha a ti szeretetetek csak annyi, mint a vámszedők és bűnösök szeretete, mi jutalmatok lesz? Hát tudjuk a választ, hogy nem lesz jutalmunk. Ha csak ennyi a mi szeretetünk, akkor semmivel nem vagyunk különbek, mint az az ember, aki kint van az utcán, és nem ismeri Istent. Aki hálátlan. Semmilyen különbség nincsen közöttünk. És még azt sem mondhatnám, hogy itt a gyülekezetben nincs szeretet, mert egymás közötti szeretetet mutatunk egymás iránt. Milyen jó, áldjon meg az Úr, testvérem, elmenjünk, meghívjuk egymást ebédelni, kint vagyunk a Lajosnál a kertben, és nagyon jó közösségben tudunk lenni egymással, igaz? De Isten azt mondja, hogyha csak egymás szeretetek, akkor a ti szeretetetek egyáltalán nem különbözik a vámszedők és a bűnösök szeretetétől. Szeressétek az ellenségeiteket is, úgy, ahogyan én szeretem őket. Ahogyan én esőt adok az ő földjükre, ma is, tegnap is adtam, pedig ők engem nem ismernek, ők engem semmibe vesznek, hogy éppen átkozzák az életemet. Tudjátok, hogy milyen szeretetet vár el tőletek Isten? Ha szeretnétek megtudni, akkor a János első leveléhez kell lapoznotok. Lapozunk is oda, János első leveléhez, a 4. fejezetben olvashatunk erről. Hogy Isten milyen szeretetet vár el az ő gyermekeitől. János 4:7-12. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van. És mindaz, aki szeret, az Istentől született és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeret. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten a világra, hogy éljünk által. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatra, mi bűnökért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretünk el egymást. Az Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljes életben. Idáig olvasom ezt az ő szakaszt. És ebből megláthatjuk azt, hogy milyen szeretettel kell nekünk lenni, mikor olyan a szeretetünk, ami különbözik a vámszedők és a bűnösök szeretetétől, aminek már jutalma van az Istennél. Azt mondja, hogy ez az ige, hogy nem a mi szeretetünk az igazi szeretet, ahogyan mi szeretjük az Istent, hanem ahogyan ő szeretett bennünket, és ő ugyan szeretett bennünket. Azt is elmondja, úgy szeretett, hogy elküldte az ő fiát engesztelő áldozatra, ami bűneinkért. És nagyon sok 21. századi gyülekezetnek a hibája talán, és azt gondolom, hogy a miénk is az, hogy nem ezt a fajta szeretetet mutatjuk az emberek felé, és azért nem látják a mi életünkbe, és azért nem vonzó az ő számukra a mi szeretetünk, mert nem látják a különbséget
világi emberek között és a mi szeretetünk között. Mert az isteni szeretetnek nyilvánvaló jelei vannak, amit az emberek meglátnak. Azt mondja, hogy úgy szeressétek egymást, hogy azt, ha látnak benneteket, akkor lássák, hogy ti valóban szeretitek Istent. Ezt mondja az ige. És hasonlít ez ahhoz, ahogyan Isten, ugye, ha bár láthatatlan, de mégis az ő teremtésében, teremtett világban, amit ő teremtett, megláttatik. Ugye ezt a római levélben is olvashatjuk. Hogy Isten, a szemünkkel nem látjuk, de hogyha valaki körbeni a teremtett világban, akkor láthatja az ő csodálatos alkotásait, és hogyha ezeket mond, megérti és elgondolkozik rajta, akkor rá kell döbbennie arra, hogy el mögött, a világ mögött létezik egy teremtő, hatalmas, mindenható Isten, aki az ő teremményeiben megláttatik, és így tudjuk dicsőíteni Isten. És ugyanez van testvérek a szeretettel is. Azt mondta itt János, hogy az Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljes élet bennünk. Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk és ő bennünk, mert maga lelkéből adott nekünk. És ilyen módon is láthatóvá tud válni az Isten, nem csak a teremtett világban, a fákban, a növényekben, hanem abban a szeretetben is, amit, hogyha az emberek mutatnak egymás között, akkor, hogyha ránk néznek az emberek, akkor meg fogják látni, hogy hú, az Isten itt van, és látható, ezekben az emberekben látható az Isten. Ugyanúgy, mint ahogyan kinézik a világon, akkor látják, hú, ebben a növényben, vagy ebben a fában látható, hogy milyen csodálatos dolga ez a szeretet is. Ha látják azt a természet feletti, isteni szeretetet, ami csak az Istené, és az megvalósul bennünk, és nyilvánvalóvá válik, és láthatóvá válik, akkor meg fogják látni az emberek. És én azt gondolom, hogy ennek hiány vagyunk jelenleg. Itt a pontocska, meg az a jóta, az hiányzik a törvényből. Ne csak olyan legyen, ami szeretetünk, mint a vámszedők és bűnösöknek a szeretete, hanem legyen isteni szeretet benne, ami megmutatkozik. És azt mondja János, hogy miben mutatkozik meg ez a szeretet? Cselekedetek. Nem szavakban mutatkozik meg, az elvetül, mondhat bármit, egy másodperc múlva már elszállt. Sehol nincs, nincs nyoma. A cselekedetek azok, amik beszélnek. És nézzétek csak meg ezt a felsorolást itt a Lukácsban, amit Pál adott, vagy amit Lukács adott, hogy Jézus hogyan szeretett bennünket. Ugye, olvassuk, hogy tegyetek jót azokkal, akik titeket gyűlölnek. Jézus ilyen volt. Egész életében ilyen volt. Imádkozzatok azokért, akik titeket háborolnak. Jézust háborolták, még a kereszten is imádkozott az ő gyűlölőjéért. Egyik arcodat megüti, fordítsd még ki a másikat is. Jézust, amikor bántották és kínozták a keresztre feszítés előtt, nem vágott vissza. Pedig leírhatott volna a 12 sereg angyalt a mennyből, hogy az ő védelmére kelljenek. Némán tűrte ezeket a csapásokat. Ha valamit elvettek tőle, nem kérte vissza, elvették az életét. Ő önként odaadta is, bízott az útban, az atyában, hogy majd az atya visszaadja neki az ő cselekedeteiért. Tehát Jézus az ő életében, az ő szolgálata során ezt tökéletesen megvalósította azt, amiről ő beszélt. És ezért követték őt az emberek, ezért volt teljesen nyilvánvaló az ő életében, az ő szolgálatában, hogy ő más, mint az írástudók, vagy a farizeusok, vagy bárki, aki eddig az Isten igéjét hirdette nekik. Ezért követték az emberek. Ezért tudta magához vonzani az embereket, és akik tanítványai lettek, mert látták azt a szeretetet, ami ő benne van. És az ő szeretete az nem csak a vámszedők és farizeusok szeretete volt, csak azokat szerette, akik őt szerették. Hát kevés ember volt, aki Jézust igazán szerette. Akik hajlandóak voltak ő érte áldozni, vagy bármit tenni. A
Tehát láthatjuk azt, hogy az isteni szeretet az cselekedetekben nyilvánul meg, és ugye Jánosban olvashattuk azt, hogy Isten úgy szeretett bennünket, hogy az ő fiát elküldte ebbe a világba. És Jézus eljött ebbe a világba, mert szeretett bennünket, szerette az ellenségeit. Ő az ellenségeiért jött. Amikor ő eljött, akkor mindnyájan az ellenségei voltunk. Mert nem ismertük őt, senki nem ismerte akkor még őt. Eljött az ellenségeiért. Testvérek, ti elmentek az ellenségeitekért. Sajnos én azt látom, hogy ti még a testvéreitekért sem jöttök el az Isten áldozatára nagyon sokszor. Az Istenért sem jöttök el. Most örülök, hogy sokan itt vagytok. De Isten azt mondja, hogy akkor van bennetek igazi szeretet, hogyha az ellenségeitekért is eljöttek. Jézus, amikor eljött, ő nagyon sok mindenről lemondott. Lemondott az ő mennyei dicsőségéről. Ti miért mondatok le az ellenségetekért? Mert tudom, családtagjaitokért, a gyermekeitekért nagyon sok mindenért hajlandóak vagytok lemondani. Nagyon sok mindenről hajlandóak vagytok lemondani. És le is kell. De azt mondja Isten, ezt a vámszedőt is megcsinálják, ezt a bűnösök is megcsinálják. Ez a szeretet kevés. Ez nem nyer jutalmat. Isten szeretete olyan, hogy ő eljön az ellenségeiért is. Azt mondja Jézus, hogy imádkozzatok azokért, akik titeket háborognak. Én csak férfi imaopátok a látogatottságára, ha visszagondolok. Testvérek, ti azokért sem imádkoztak, akik a testvéreitek. Amikor itt volt a Covid, és sokan kórházban voltunk, és itt fekvettünk, mert betegek voltunk, na akkor tudtunk imádkozni testvéreinkért. De Isten azt mondja, hogy a testvéreitekért imádkoztok, az kevés. Hát a bűnösök is imádkoznak az ő testvéreikért, hogyha betegek és a kórházban vannak. Imádkozzatok az ellenségeitekért. Jót tegyetek az ellenségeitekkel. Hogyan tudtok a legjobbat jót tenni az ellenségeitekkel? Úgyhogy testvérré teszitek őket. Hogy ne legyenek már az ellenségeitek. És hogyan lehet ezt a legjobban tenni? Azt, hogy elmondjátok nekik, hogy hogyan békülhetnek vele Istennel. Jót tegyetek az ellenségeitekkel. Ne csak a testvérekkel, ne csak a rokonokkal, ne csak az ismerősökkel, akik ugyancsak jót tesznek veletek. Meghívtok valakit magatokhoz ebédre, nagyon jó, majd ő is visszahív, vagy valaki más a gyülekezetben, és nagyon jól elmondjuk itt a gyülekezetben, és milyen jól érezzük magunkat, milyen jó a mi életünk, kényelmes, szeretet van közöttünk. De Isten nem ezt a szeretetet vágya tőlünk, hanem azt a szeretetet, ami elmegy azért az emberért, aki nem is gondol veletek. Aki talán gyaláz benneteket, és amikor dobálják az ablakot tojáshéjjal, amikor mind bent énekelünk, azokért az emberekért kell elmenni, testvér. Olyan szeretet legyen meg. Jézusban megvolt ez a hajlandóság. Hajlandó volt elhagyni a mennyet. Ti hajlandók vagytok elhagyni az otthonotokat? Azokért az emberekért, akik Isten ellenségei. Egy órára, egy héten. Azt is mondja az ige, hogy aki tőled kér, annak adj. És aki elveszi a tiédet, ne kér vissza. Ha csak annak adtok, aki visszaadja, az kevés a Istenet. Legyen az gyülekezetű, legyen az rokon, bárki. Isten ezért semmiféle ajándékot nem fog nektek adni. Ha csak azoknak mentek el dolgozni, aki kifizeti a munkabért,
és ember megteszik. Hanem hogyha azokhoz szolgáltok, akiktől nem kaptok viszont választ, akik nem adnak viszont fizetséget érte, akkor lesztek az Isten gyermekei, és azt mondja, akkor lesztek tökéletesek, mint amíg én nem is vártam tőletek. És Isten is kért tőletek. Amikor januárban szavaztunk a gyülekezeti költségvetésről, akkor kértünk benneteket, hogy gondolkozzatok el azon, hogy milyen összeggel tudnátok támogatni misszió. És ez egy önkéntes felajánlás volt, senkit nem kényszerítettünk arra, hogy bármilyen összeggel ezt hozzá is járuljon. Isten látja ezt. És hogyha valaki a misszióra ad, akkor egy olyan összeget fog adni, amit nem fog visszakapni attól az embertől. Mert ugye a misszionáriusnak adjuk, aki pedig hirdeti az Isten igéjét, és ebből a pénzből pedig fenntartja az ő szolgálatát, és fenntartja az ő családját. Tehát ne várjátok, hogy a misszionárius majd visszajön, és akkor visszafizeti nektek azt a készpénzt, amit beraktatok abba a dobozba. Mert nem fogjátok tőle visszakapni, mert ez nem arra való. De Isten mégis azt mondja, hogy adjatok, még ha vissza se kapjátok azoktól az emberektől. Mert ők, ne felejtsétek el, ők Isten ellenségei, hálátatlanok és gonoszok. Nem foglalkoznak azzal, hogy te ide teszel, vagy nem teszel, vagy mi van. De mégis, hogyha adakozol erre a szolgálatra, akkor az a misszionális, amit mi kiküldtünk, ő könnyebben és hatékonyabban, talán boldogabban tudja végezni ezt a munkát, és hozzá tudtok járulni az Isten igényének a terjedéséhez. Nézzétek meg a hőmérőket, hol kéne állni annak. Isten azt mondta, hogy ha ígéretet tesztek, akkor azt igyekezzetek betartani is, mert ha nem tartjátok be, akkor az bűn. De persze, hogyha az időtökből sem vagytok hajlandóak szánni az Istenre, az imádságaitokra sem vagytok hajlandóak szánni, akkor a pénzetekből miért adtátok? És Jézus nagyon jó összefoglalja mindazokat, amiket elmondott ezekben a példákban, azt mondja, hogy és amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjetek, ti is akikben cselekedjetek azokkal. És ez nagyon jó összefoglalja, és gondoljátok bele magatokat annak az elveszett embernek a helyébe, aki még ott van, Isten nélkül, él a világban, fogalma nincsen arról, hogy az ő élete a pokol felé tart, és arról, hogy ő nem változtatja meg az életét, akkor ő meg fog halni. Gondoljátok el azt, hogy ti vagytok azok. És vannak a keresztények, akik pedig, hát, mégis nem az én ellenségem, mert nem is ismerem őt, nekem semmi rosszat nem tett, nem bántott engem, nem vett el semmivel, én ő felé nem tartozok semmivel, nem kell, hogy szeressem. Szeretet a felé az ember felé, hogyha mi viselkedünk, hogyha elmenünk mellette szótlanul. Ti hogyan éreznétek magatokat, amikor az utolsó ítéletkor oda kell állni az Isten elé, és azt mondjátok, hát de Uram, én nem is hallottam róla. És ott van, ott voltak a keresztények, akikkel együtt éltem az egész életemet, és ők nem mondták el nekem. Mert kényelmes vagyok, mert nem imádkozom érte, mert nem tudom, mert az úgy nekem jó. Hány ember fog így a pokolba jutni? Mert a mi szeretetünk nem tökéletes. Isten azt mondja, hogy legyetek tökéletesek, ahogy én is tökéletes vagyok, legyetek azért irgalmasok, amint a ti atyátok is. Legyünk hírgalmasok az emberekhez,
irgalmas volt hozzánk. Mert mi is éppen olyan álláltatlan és gonosz emberek voltunk, mielőtt megismertük volna az Isten, mint amilyenek ők most. És a mi reménységünk is csak az volt, hogy valaki az Isten népéből majd engedelmes lesz, és lemond az ő kényelméről, hogy amikor lemondotta az ő mennyi dicsőségéről és kényelméről ott a mennyben. Hogy valaki majd, aki valóban szereti Istent és az Isten szeretete őt majd munkálja arra, hogy szeresse az ő ellenségeit, majd eljön hozzám és elmondja nekem ezt. Nekünk is csak ez volt a reménységünk, és ti is szinte mindnyájan azért vagytok itt, mert valaki engedelmes volt. Legyetek ti is engedelmesek, és legyen a ti szeretetetek több, mint a vámszerű kis farizeusok szeretete. Mert annak nincs hitalma mennyire, hanem csak annak a fajta szeretetnek van, amiben maga Isten adnak mi példát. És ismeritek az Úr Jézusnak a példáját, hogy ő milyen volt. Olvashatjátok az evangéliumokban, olvashatjátok a levelekben. És arra szeretnélek benneteket bátorítani és inteni elsősorban, hogy gondolkozzatok el ezeken, hogyha az Úr szól hozzátok, és jobbítsátok meg a ti életeteket, hogy leesetek a ti mennyei atyátoknak. Lukács 6:31. És amit akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is aképpen cselekedjetek azokkal. És hogy cselekszünk, az rajtunk múlik. Ez egy döntéssel kezdődik, aztán pedig a kivitelezéssel folytatódik. Ez a kettő együtt kell, hogy járjon. Külön-külön egyik sem ér semmit. Ha úgy cselekszel, hogy előtte nem döntötted el, hogy mit fogsz cselekedni, akkor mész össze-vissza is kapod. Ha viszont hozol egy döntést, de nem kivitelezed, ez megint csak nem ér semmit. Cselekedjük azt, amit az Úr Jézus a szívünkre helyez, és amit ránk bízott. Köszönjük szépen, Márkiának ide hirdetés, és szólt az én szívemhez is. Nehogy azt higgyétek, hogy mindenki megcselekszi az Isten akaratát. Még ha legfőképpen a lelki pásztorok vagy az előjáró. Mindannyiunknak vannak hiányosságai. És mindannyiunk szívéhez szól ma az Isten. Ébrezget bennünket, hogy ismerjük fel a felelősségeinket. Éppen tegnap olvastam egy mondatot, ugye tudjátok ti is, hogy árvizek tombolnak Németországban és Hollandiában, Belgiumban is, több mint 150 halott van már. És egy áradások vannak. És Isten megígérte azt, hogy nem pusztítja el özönvíz által többet a Földet. És az újságíró azt írta, hogy mivel, hogy megcsufolják a szivárványt, és arra használják, amire nem kellene, Isten megmutatja nekik ezt az ítéletet, hogy ettől kímélhetnek benneteket, ti pedig ezt a szivárványozlászatot arra használjátok, hogy az én nevemet sárgatok vagyok. Vigyázzunk arra, hogy mi keresztények figyelmeztessük az embereket erre. Ne tegyétek ezt, hogy hívogassuk őket az élő Istenhez, hogy mutassuk meg, honnan ismerik meg az Istent. Mi tudjuk nekik elvinni Jézus Krisztus szeretetét. Ők nem akarnak ide bejönni ebbe az épületbe. Elmennek itt a busszal, azt hiszitek, nem látják, hogy itt van egy nagy sárga épület. Vagy ha itt gyalogolnak, mennek a busz megállóba, nem látják a keresztet föl, vagy a feliratot, vagy Biblia baptista gyülekezetet. De ők nem akarnak ide bejönni. Nekünk kell kimenni, kivinni Isten szeretetét felé. Nekünk kell bemutatni azt a szemét, aki bennünket megtalált, a jó pásztor. Nekünk kell a megváltót bemutatni nekik. Mennünk kell, és lelkeket menteni, mert az Úr visszajövetele közel van. És az Úr meg fogja ítélni a keresztényeknek a cselekedeteit, a szavait, a gondolatait és a mulasztásait. Hogy mi mit cselekedtünk, és aképpen kapunk jutalmat. És aképpen fogja majd mondani, hogy jól van Jánbor és Hűzol. Kevesen mondtál, hogy de sokra bíznak ezután. Akarsz jutalmakat a mennyben? Akkor most kell szolgálni azokat érteni, és megjutalmazom a kirejét. Most pedig énekeljünk egy éneket, amit én megjelesen esetem.